Köszöntöm a Frankó TV nézőt, harmadszor jelentkezünk Marcel házáról, ahol a negyedik liga régióbajnoksága nyugati csoportjában az utolsó előtti fordulóban a Bős egyelőre Zsigmond Kevin duplájával 2-0-ra vezet a sereghajtó otthonában, a 44. percben járunk. Polák Zalán, Lemme gyötri a nigériai, de Polák Zalán nagyszerűen továbbít Nikulinhoz. Halék lép ki két marcelházi védő között, kettőt cselez ki egyszerre, és a harmadik, az pedig a vargamisi kapus, akit lóvá tesz, Halék Jankó. 3-0-ra vezet a Bős a 44. percben. Polák Zalánt kell dicsérni, aki visszaputott labdát szerzett. Aztán egy pazarindítás. Halék három marcelházival szemben sem ijedt meg. Egy csellel, egy lövőcsellel, két védőt lóvá tesz, aztán lefekteti a kétségbe esetten kígyekvő Varga Mihályt is. Ezzel a Bős 3-0-ra vezet Marcelházán az első félidő végén.